az utóbbi 10 évben 50 parkolóhelyen lett több ebben a városrészben, illetve ebben a körzetben. De úgy gondolom az utóbbi időszakban, a tavalyi évben és a idei évben is sikerült ezeket növelni. Most, ahol itt állunk, ez a Szigeti Attila utca 97-107 szám, ahol a tavalyi évben 4 új parkolóhelyet csináltunk, idén meg itt látható, hogy mellettünk további 3 új parkolóhelyet létrehoztunk. Rendkívül fontos ez, hiszen ebben a 15-es tömbben közel 300 lakó lakik, és nagyon fontos emiatt, hogy parkolóhelyek megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak, illetve arra is figyeltünk az egyéb apró dolgokra, miután itt egy speciális szakiskola működik mellettünk. Osztopozásokra is sor került, hogy a biztonságos parkolási lehetőséget megteremtsük és a gyerekek épségét is óvjuk ezáltal, hiszen itt a korábbi években, aki itt járt, itt folyamatosan ezen a részen parkolások voltak a zöld területen, keresztben, Sáronát, és a gyerekek se tudtak gyakran elmenni az autóparkolási szabálytalanságok miatt. Ezen kívül megcsináltuk itt már a parkolóhelyeknek a felfestését is, ami szintén arra ösztönzi az ide parkolókat, hogy szabályosan próbáljanak megállni. Ez egyébként az egész körzetben megtörtént, a 7-es számú választó körzetben. Már tavaly évben elkezdtünk. Ami nagyon fontos, hogy az utca másik részén, ugye a Körkemence utcában is létrehoztunk 6 új parkolóhelyet. Tavaly évben 3-at, idén pedig további 3 új parkolóhelyet, hiszen a Szabolcska utcában további bővítési lehetőség nincsen. Ezért gondoltunk úgy, hogy ezen a részen, ahol a sarki lehetőség adott volt, ott próbáljuk az új parkolóhelyeket is létrehozni. Ezen kívül egyéb apró útfelújítási munkátokra is sor került itt a Szabolcska utcában, illetve a Szigeti Attila utcában. Nagyon fontos, hogy a mozgássérültek érdekében ugye akadálymentesítés történt meg, járdajavítások történtek meg.